ez a film, ez úgy készült el, hogy igazából minden fázisát szerettem csinálni. Van egy nagyon markáns vállalása a filmnek, hogy a családot egy valós család játssza el, és egy valós lakásban, ahol az a valós család él. Nehéz ott tartani egy nézőt egy lakásban másfél órán keresztül, úgyhogy nem krimiről van szó, nem horrorról van szó, hanem egy lényegében teljesen hétköznapi és unalmasnak mondható jelenetszekvenciákról, és mégis valahogy ott mégis nézhető. Van minimális stilizáció a filmben, ami csak egy leheletnyi, és ami inkább csak a filmnek az univerzuma, vagy az atmoszférája, vagy a nyelvezetén múlik az, hogy komponálgatjuk a képeket, de naturalista. Tehát az csak annyi, hogy éppen nem dokumentumfilm, és nem dokumentalista stílusban van fővéve, bár kézikamera. Nem dokumentalista stílusban van fővéve, hanem folyamatos mozgóképes, egy speciális mozgóképes nyelvezet van az egészen kitalálva. Emlékszem rá, hogy problémát okozott, hogy tudjuk folyamatosan úgy összefűzni a jeleneteket, hogy megmaradjon a téridő cselekményegysége. Hogy úgy vezessük ki a szereplőket, és úgy teremtsünk kettős intim jeleneteket, hogy az ne legyen mesterséges, hogy ne úgy csaljuk ki a helyzetből az embereket, hogy érződjön az, hogy na, az most azért megy ki, hogy ők ketten maradhassanak. Először ők ketten, aztán ők ketten, aztán ők ketten. Hát minden nagyon természetesen menjen, és kicsit cselesen húzza be a nézőt, hogy másra figyel, és közben már ott van miközben másra figyelt, hirtelen ott van két ember egy intim helyzetben. Szóval nem képeket komponálgatunk, hanem viszonyokat fogalmazunk meg. Ember és ember viszonyát, ember és tér viszonyát, mindig. És mindig valakinek az univerzumán keresztül, valamelyik szereplőnek az univerzumán keresztül. Tehát a kamera pozíció a lehető legkisebb mértékben objektív. Mindig egy kicsit szubjektív. Mindig valakin keresztül látjuk az adott jelenetet. Az emberi viszonyok egy lakásban pontosan az emberek mozgásán és a helyzetek jellege és változásán keresztül folyamatosan változik. Tehát a pár centis elmozdulás, hogyha visszatérünk egy ugyanolyan kamerapozícióba, ugyanaz a kép már tök mást fog jelenteni, mert más a viszony, hogyha a viszonyra koncentrálunk, és nem a képre koncentrálunk. És igazából ez az oka annak, hogy kitart. Én általában minden fázisát utálom a filmkészítésnek, tehát gyűlölöm. Gyűlölöm a forgatókönyvírást egy idő után, gyűlölöm a forgatást. Annyi nehéz és kellemetlen szituációba kerülik ilyenkor az ember, hogy nem kívánom, sosem. Most itt ennél a filmnél az összes fázisát nagyon jó volt csinálni, és a bemutatóját meg nagyon várom, hogy ott üljek, mondjuk egy budapesti lakásban, egy baráti közösséggel, és beszélgessünk erről a filmről, és járjam ezeket a lakásokat, és a moziklubokat. Sokkal jobban kívánom ezt, mint a nagy fesztiválok ilyen protokolláris rendezvényeit.